Köszöntöm a Kölcsői Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben így megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A jövő hét elején már elkezdi a felkészülést a gyalogló Hellebrand Máté. Közös sajtótájékoztatót tartottak a nyíregyházi röpisek és kosarasok. 24-24-es döntetlennel zárult a Kisvárda vásznői kézilabda mérkőzés. Vajda Tamás mesteredző is segít a Sportcentrum úszó szakágát. Mintegy 70 millió forintból újult meg a Nyírbátori Sportközpont. Két hét pihenőt követően a jövő hét elején elkezdi a felkészülés Hellebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló a katari világbajnokságon 38 kilométernél kénytelen volt feladni a versenyt. A felkészülés alatt tényleg próbáltunk felkészülni mindenre. Tudtuk, hogy meleg lesz, viszont ami kint várt, az nagyon meglepett, amikor leszálltunk a repülőről, és kimentünk a repülőtérről, akkor megcsapott az a nagyon-nagyon nagy párás meleg, és akkor tudtam, hogy ez nem az időjárás, nem az a klíma, amiben én itthon edzettem nyáron, ez sokkal rosszabb annál. Hát ez látszódott is a versenyen. Itthon, amikor 33-34 fokos melegben a leghosszabb edzéseket is nagyon jól meg tudtam csinálni, ebben a nagyon klímás melegben még a 10-12 kilométeres edzés is nagyon rosszul esett. Hát ez látszódott abból is, hogy a mezőnynek majdnem a fele feladta, többek között Tóth Matej, aki olimpiai bajnok, vagy például Johan Diniz, aki a világ csúcstartó. Meddig érezted úgy, hogy végig tudsz menni az 50 kilométeren? 38 kilométernél hagytam abba, és 37 kilométernél még semmi bajom nem volt. Igazából az a kimerülés, ez egyik percről a másikra jött, tehát hogy mentem, magamhoz képest elég jó tempóba, próbáltam beosztani az erőmet, és egyszer csak teljesen elsötétült minden, megálltam, és amikor leültem ott teljesen elsötétült minden, akkor jöttek az orvosok, tettek a hordágyra, és kaptam az infúziót, és másfél óráig voltam az orvosi sátorban, utána jöttem helyre, akkor gondolom a vércukor, vérnyomás akkor át helyre. Ki lehet törölni ezt a versenyt a fejedből, hiszen mégiscsak egy világbajnokság volt, amit fel kellett adni, viszont olyan extrém körülmények voltak, hogy nem lehet egy normál kategóriába sorolni. Ebből max annyit lehet tanulni, hogy amikor ha lesz ilyen helyen verseny, akkor azokat az apró praktikákat, amiket például a japánok vagy kínaiak alkalmaztak, azokat el kell sajátítani itthon. Például jövőre Tokióban lesz az olimpia, ott is hasonló klímára lehet számítani, és most, ahogy visszanéztem a közvetítést, láttam, hogy a japánok vagy például a kínaiak, hogy frissítenek, mivel hűtik magukat. Ez a verseny ez erre volt jó, egyébként meg tényleg el kell felejteni, és nem kell negatív dolgokra gondolni. A felkészülés tényleg nagyon jól sikerült, nagyon jó erőállapotban voltam. Sajnálom, hogy emiatt a klíma miatt ezt nem tudtam bebizonyítani. Az, hogy ilyen későn volt a világbajnokság, már egy év sincs hátra az olimpiáig. Mennyi pihenőt engedélyezel magadnak? Hát ez nagyon hosszú szezon volt, általában nekünk már augusztus közepén véget ér a verseny szezon, és utána majdnem egy hónapos pihenő szokott lenni. Most, mivel október elejéig tartott ez a szezon, ezért most egy nagyon rövid pihenőt kaptam Józsibától, az edzőmtől. Két hetet, amiből egy hét már el is telt, szóval még ez az egy hét van hátra, és jövő héten meg már kezdjük a felkészülést, hiszen márciusban már nekem csúcsformába kellene, hiszen Szlovákiában lesz egy nemzetközi verseny, ahol már az olimpiai szintet szeretném meggyalogolni. A Fátum Nyíregyháza szombaton, Szombathelyen kezdi a bajnokságot, a Hübner Nyíregyháza Blúzsák pedig jövő kedden a Veszprém ellen játsza első hazai meccsét. A két csapat szerdán tartott közös sajtótájékoztatót. Sok új játékosunk van, egyfelől ez kicsit bonyodalom, hiszen az új szisztémákat meg kell tanítani a játékosoknak. Másfelől én örülök mindig, ha új játékosok vannak, mert ilyenkor új impulzusok érik a csapatot is és az edzőt is. Úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy azok a játékosok, akik érkeztek, az mindenképp erősítés a csapat számára. Én azt látom, hogy tényleg lesznek itt igazi közönségkedvencek, hiszen nagyon dinamikus és erőteljes játékot tud bemutatni egy-két játékos. És a régiekkel karöltve én azt gondolom, hogy tényleg sok szép mérkőzéssel tudjuk majd megajándékozni a szurkolóinkat. Másfelől ez a 10 hetes felkészülés azért nem volt zökkenőmentes.
Azt látni kellett, hogy az Európa-bajnokság miatt kicsit késve érkeztek a játékosok, illetve még most is egy dél-amerikai bajnokság miatt az egyik legmeghatározóbb játékosunk nincs itt. Úgyhogy igazából csak 3 hetet tudtunk úgy készülni, hogy mind a 12 játékos itt volt. Ez nem könnyíti meg a edző feladatát, de hát ezt most meg kell oldani, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon sok játékelemet már a helyére pakoltunk, és nagyon jó sok játékelem már automatizáltá vált. De hát természetesen még, amikor majd újra, én úgy gondolom, hogy már jövő héten ugye újra teljes kerettel tudunk edzeni, hétről hétre egyre összecsiszoltabb lesz a gárda, úgyhogy én úgy gondolom, hogy decemberre már tényleg a valódi erőnket tudjuk majd mutatni. A játékosoknak, illetve az edzőknek egymáshoz kell hangulódni. Az öltözőn belüli hierarchiát igazából először saját maguk alakítják ki. Ha kell, nyilván az edző egy kicsit irányíthatja ezt a dolgot, de én úgy gondolom, hogy ezek a játékosok intelligensek, és meg tudják oldani a belső pozícionálásukat. Valóban most már látszik az, hogy kik azok a vezértípusú játékosok. Ezen a héten meg is választották egymás közül a csapatkapitány. Úgyhogy én úgy látom, hogy most már tényleg mindenki megtalálta a pozícióját, de a leglényegesebb nem is az, hogy a hierarchiába kinek hol a helye, hanem tényleg az, hogy ez a 12 játékos, illetve a szakmai stáb egy irányba húzzon. És én azt látom, hogy most nyugalom, és tényleg egy olyan rend van a csapaton belül, amire már én évek óta vágyom. Az elmúlt 2 év eredményei alapján minden bizony, minden csapat úgy tekint majd a Nyíregyháza elé, mert sorén más halkot szerezhet. Ez jelentem valami nyomás, vagy pedig inkább elismerés, motivációt? Azt látni kell, hogy azért a mostani bajnokságban a csapatok megerősödtek. Ez egy nagyon kiegyenlített és egy nagyon erős bajnokság lesz. Úgyhogy én nem mondanám azt, hogy egyértelműen mi vagyunk a favoritok. Én úgy gondolom, hogy ott lehetünk a végelszámolásnál. Azt látni kell, hogy akár anyagi lehetőségeket tekintve, és nyilván azért itt őszintén kell beszélni, ezek meghatározzák, hogy mennyire bő kerettel tud az ember dolgozni. Azt látni kell, hogy azért nem a mi keretünk úgymond a legerősebb, de ez az eddigi szezonokban is úgy volt. Nekünk hozzá kell tenni azt az extrát akár munkában, akár lelkesedéssel, amivel föl tudjuk venni azokkal a csapatokkal. Ugye tessék csak visszagondolni tavalyra, hogyha csak a Békés Csabát összehasonlítottuk volna a tavalyi Nyíregyházával, én úgy gondolom, hogy a büdzsé alapján akár olyan kétszeres, esetleg háromszoros pénzről is beszélgethettünk volna. Most is lesznek olyan csapatok, akik nyilván nagyobb büdzséből dolgoznak. Vannak olyan feltörekvő csapatok, akik most kocsi, lót, paripát, mindent a csapat mögé állítottak akár Kaposváron. De hát föl kell venni a versenyt, úgyhogy az élsport nem a pénzről szól, hanem az adott teljesítményről egy adott pillanatban, úgyhogy mi ezeket a pillanatokat szeretnénk megragadni. Milyen meccsre lehet számítani Szombathelyen? Nem lesz egy egyszerű mérkőzés, tehát sokan úgy gondolják, hogy leutazunk és egy könnyed győzelmet fogunk aratni. Ezek az első mérkőzések mindig nagyon nehezek. Egyfelől minden két csapatban egy hatalmas drukra lesz, hiszen az első bemutatkozás hivatalosan is. A másik nyilván az ellenfelüknél teljesen új szakmai stáb dolgozik, illetve nyilván ott is a játékosok kicserélődtek. Még nincsen úgymond egy negatív spirál egyik oldal se, hogy mondjuk akár 2-3 vesztes mérkőzés után, amikor kicsit a motiváció esetleg lankad. Úgyhogy most ilyen negatív erőterek nem lesznek egyik csapatnál se. Nyilván nagyon lelkes lesz a Szombathely. Nekünk arra kell törekedni, hogy ezt a lelkesedést ezt minél hamarabb tudjuk kontrollálni, és ne adjunk nekik teret arra, hogy ránk erőltessék az ő akaratukat. Amikor a szezon előtt beszélgetünk, szóba került, hogy ebben a bajnokságban nem lesz könnyű idegenben nyerni, 2 idegenbeli meccsen van túl a csapat, 2 vereség a mérleg. Ettől függetlenül azért meglepő volt egy kicsit ez a 2 eredmény. Igen, mindenképpen azért szerettünk volna Baján nyerni. Vasas az egy másik kategória, azért Pesten nehéz nyerni a Vasas pályán, de ott is szerettünk volna, 2-szoros vereséget szenvedtünk. Az biztos, hogy látszik az, hogy mind kell változtatni a csapatnak. De hát hosszú még a bajnokság, és a sorsolásunk sem egyszerű, hiszen 6 mérkőzésből 2-szer játszunk csak hazai pályán. De itt a lehetőség jövő héten kedden 15-én, hogy javítsunk ezen. Veszprém csapata érkezik hozzánk, aki bajnok esélyesként érkezik, úgy mondhatom, hiszen a tavalyhoz képest még erősebb csapatuk van, de szeretnénk meglepetést okozni.
a felkészülési meccseken eredményesen és sokszor jól játszott a csapat. Mi változott, bár mindenképp más egy felkészülési meccs és más egy bajnoki meccs? Természetesen a felkészülő mérkőzésen nem mindenki mutatja meg az igazi arcát, mindenki gyakorol valamit. Nekünk a külföldi játékosunk nem olyan régen érkezett, lehet, hogy ez megzavarta a csapat egységet. Sok minden lehet ezt fogni, nem szeretnék itt kifogásokat keresni. Mindenképpen azon vagyunk, hogy ezen változtassunk és jobb eredményt érjünk el. Említette, tudjátok, mind kell változtatni, mi az, amiben javulni kell ahhoz, hogy egy Veszprém ellen is legyen győzelmi esély, akár idehaza is. Mindenképpen a védekezésen, tavaly is nekem ez volt a veszélyparipám, hogy a védekezés a legfontosabb, és abból jönnek majd a támadások. Egyelőre még nem állt össze úgy a védekezésünk, hogy szerettünk volna, nem vagyunk elég agresszívak, illetve a lepattolóval is problémáink vannak, ezen kell változtatnunk. Játékosokat megfogta ez a két vereség? Természetesen az egész csapatot megfogta, hiszen nem vártuk ezt, főleg a bajai vereséget. Rendet kell rakni a fejekben, és kicsit másképp kell majd edzeni. Döntetlennél zárult a Kisvárda-Vác NB1-es női kézilabda mérkőzés. A hazaiak a második fél időben már 6 gólos hátrányban is voltak, végül 24-24-el ért véget a találkozó. Azt gondolom, mi egy megnyert mérkőzést adtunk ki a kezünkből, tehát egy ilyen 6 gólos előnynél már ezt a mérkőzést normális módon meg kell nyerni egy csapatnak. Nagyon a kezünkben volt, csak magunkat okolhatjuk, illetve a Kisvárda aztán feltámadta, és egy nagyon-nagyon komoly végjátékot produkált, de elsősorban magunkat hibáztathatjuk, mert mi adtuk meg nekik a lehetőséget, amivel ők jól éltek. Tehát igazából azt gondolom, hogy veszítettünk egy pontot, viszont a végjátékot tekintve meg azt kell mondjam, hogy a végén meg, amikor már egy másodperccel a vége előtt egyenlítünk, akkor viszont azt kell mondjam, hogy nyertünk egy pontot, tehát felemás érzés van bennem. Nagyon remélem, hogy ez a kudarc itt az utolsó 10-11 néhány percnek a kudarc az nem ülteti le a csapatot, mert egy nagyon szépen felépített dolog volt azt gondolom a részünkről. Meg kell tanulni ezeket a dolgokat is, fölvállalni a felelősséget, és élni nekünk is a lehetőségeinkkel. A végjátékban a Kisvárda jobban élt vele, ezért megérdemelten szerzett pontot. Nagyon jól elkezdtük felépíteni ezt a meccset, sajnos a második fél időben nem tudtunk gólt lőni az utolsó 15 percbe. Nem vállaltuk fel a helyzeteinket, a védekezése úgy ment már, mint ahogy az első fél időbe. Sajnálom, hogy nem sikerült a két pont, mert tényleg egy megnyert meccset vesztettünk el sajnos. Gratulálok a Vácnak a mérkőzéshez, és gratulálok a csapatomnak is a mérkőzéshez, hiszen igen, egy elvesztett mérkőzésből mérkőzést hoztunk vissza a sírból. Valahol a 45. percben éreztem először azt a csapaton, hogy tényleg abban a hőfokban játszunk, és azt csináljuk, amit szerettünk volna, és amit elterveztünk. A válogatottól visszaérkező játékosai nagyon visszafogott teljesítmény nyújtottak, és ezen a mai napon azok a játékosok tettek nagyon sokat hozzám a jégjátékban, akik eddig talán kevesebbet is nem voltak ennyire meghatározó szerepben. Azt gondolom, hogy az első fél időben a Grétivel nem tudtunk mit kezdeni, és az ő elényszerzéseiből folyamatosan a lehúzások, illetve az átlövések, és ebből a fal mögött a beálló játék nagy lehetőségeket hagyott nekik, pedig rengeteget készültünk rá, és szerettük volna ezt megoldani. A visszarendeződésünk is tragikus volt, ami elsősorban nyilván annak köszönhető, hogy a támadó játékunk abszolút ötlettelen és statikus volt. Aztán addig keresgéltük, amíg megtaláltuk azt a feltást, hogy egy kicsi új szintlendületességet hozzon bele a játékunkba, és talán ezt megtaláltuk, illetve a védelem és Pásztor Betty is sokkal többet tett hozzá, mint az addigiakban, és azt éreztük talán ott 23-20-nál, hogy még lehet szansunk. Jól éltünk vele, azt gondolom, talán a Vác egy picit nyilván nem tudatosan visszavett a lendületből és a tempóból, legalábbis nekem ez volt az érzésem. Mi emelni tudtunk egy kicsit a hőfokon, és ez nekünk sikerült. A Bettinek a hátul a védései kursmentumok voltak, illetve az, hogy végre szereztünk gyors gólokat a védésekből és a szerzett labdákból indításokat.
Igen, nyilván 6 gólnál aláírtuk volna a döntetlent, 3 másodperccel a vége előtt már nem írtuk volna alá, de azt gondolom, hogy talán igazságosat így az összképet csak a végét nézve a döntetlen, és köszönöm a szurkolóknak is a támogatást. Én úgy gondolom, hogy hazai pályán a Vác ellen szerintem ez egy nagyon jó eredménye a döntetlen, főleg úgy, hogy 6-tal elment a Vác. Második fél időt szerintem egy kicsit belefáradtunk, vagy nehézkesen kezdtük el, hogy ott nagy előnyt adtunk, aztán a fél idő végére összeállt a védekezésünk, sikerült gyors gólokat szereznünk, Betty tényleg remekül védett, és hát kiegyeztünk volna igazából ezzel a döntetlennel meccs előtt. Vajda Tamás mesteredző a jövőben egyetemi koordinátorként segíti a Nyíregyházi Sportcentrum úszószakágát. A mesteredző feladata az, hogy megtalálja és képezze azokat a fiatalokat, akik hivatásuknak tekintik az edzői szakmát. Nyár elején keresett meg igazgató úr, hogy szeretne velem beszélni, és akkor érdeklődtek, hogy van-e még ambícióm, és szeretnék-e újra a Nyíregyházi úszósportért dolgozni. Én mondtam, természetesen én a hazajövetelemkor is jeleztem, hogy bármikor nagyon szívesen visszakapcsolódnék a sportcentrumnak a munkájában, és most pár edző elhagyta a szakosztályt, ezért nyílt olyan lehetőség, hogy ebben a munkakörben tudnék hatékonyan segíteni a nyíregyházi utánpótlásnak. Elképzelései szerint hogy néz majd ki ez a munka, ez az együttműködés? Legnagyobb része én úgy gondolom, hogy az egyetemen oktatott hallgatók közül kell kiválasztanom azokat a tehetséges fiatalokat, akiket ez az edzői pálya vonz és érdekel, és azoknak egy olyan képzést, olyan információ tömeget átadni, amit hogyha kikerülnek tőlünk, utána átkerülve a sportcentrum úszószakosztályához hatékonyan tudnak majd felhasználni és alkalmazni. A másodlagos, amiben be szeretnék kapcsolódni, az pedig a sportcentrum már dolgozó utánpótlás edzőinek egy kis tapasztalatátadás, szakmai segítség, hogy a ott felnövekvő és képző fiataloknak az eredményei még jobbak legyenek, úgy, mint ahogy 10-20-30 évvel ezelőtt is nagyon jó utánpótlás sportja volt a nyíregyházi úszószakosztálynak. Az edzői munka is rendkívül munkaigényes, a napi munka mellett hétvégi elfoglaltságot is jelent, gyerekekkel kell foglalkozni, ott vannak a szülők, mennyire nyitottak a mai fiatalok egy ilyen munkára? Így van, a legnagyobb probléma az, hogy már az egyetemi évek alatt is nagyon sokan megbarátkoznak és szeretik az úszást, de inkább az oktatás részébe helyezkednek el, és már bontogatják a szárnyaikat a mi úszodánkban, mert ugye a edzőség az egy sokkal hosszabb idő után mutat olyan látványos fejlődést, mint hogyha a gyerekeket felfektetjük a vízre, és utána egy néhány hónap után már elkezd szépen előre haladni. De én úgy gondolom, hogy ez egy olyan gyönyörű pálya, és hogyha esetleg majd én is sokat mesélek az én életpályámról, hogy én mi mindent kaptam az úszástól, és milyen helyeken jártam, és milyen élményekben volt részem, akkor esetleg az oktatásból egyre többen fognak a edzőség irányába is elmenni. Vajda Tamás személyében a jövőben egy mesteredző segíti majd az úszószakág munkáját. Mit tette szükségessé ezt a lépést, az, hogy bekapcsolódjon a munkába? Ez egyre jobban égető szakember hiány, és ami egyik elsősorban, másik pedig az új úszoda és az új létesítmények létrejötte, ami indokolja azt, hogy reményeink szerint egyre több gyerek fogja az úszást választani, egyre több munkacsoport alakul, és ugye nagyon évről évre egyre nehezebb megfelelő szintű és színvonalú edzőt biztosítani. Most mennyien foglalkoznak az úszószakágnál az úszókkal? Most jelen állásban szerint 7 edzőnk van, ebből 2 főállásban dolgoznak, a többiek pedig mellékállásban vállalták a feladatot, illetve hát az utánpótlás kis, illetve oktatócsoportnál dolgoznak. Mi a rövid és mi a hosszú távú cél Tamás munkába állásával? Rövid távú cél mindenképpen az, hogy a közös munkát el tudjuk indítani, és kialakuljon egy olyan rend, kialakuljon egy olyan szemlélet, ami a jövőre mutat. A hosszú távú célunk az, hogy olyan szakembereket találjunk meg a főiskolával, illetve az egyetemmel karöltve, az edzésképzésben, mind a sportoktatói képzésben, hogy hosszú távon is nekik egy ilyen modell legyen ez a nyíregyházi edzősködés, kihívásnak tekintsék, illetve aki itt dolgozhat, az szinte egy elismerésnek tekintse ezt a dolgot. A hétvégén már több versenyen is medencébe szállnak a nyíregyházi
húszok, hogy néz ki az őszi program? Nagyon hosszú szezonon vagyunk túl, augusztus végén ért véget. Kis pihenő után már elkezdtük a felkészülést, és hétvégén már nemzetközi hódkupán vagyunk, rövid pályás szezon kezdődik. Ugye az őszi-téli szezon nálunk a rövid pályáról szól, hogy egy rövid pályás EB-vel végződik, illetve egy rövid pályás magyar bajnokság lesz Kaposváron. Ebben a hónapban, tehát Hódmezővásárhely után 19-én Debrecenben vagyunk, Hajós Alfrédon, utána pedig Hajdúszoboszlón Hungaroszpár kupán veszünk részt. Két úszó is bekerült a válogatott keretbe. Rájuk milyen feladatok várhatnak? Tóra nagy örömünkre továbbra is ifjúság és junior válogatott. Jövőre ő még mindig ifjúsági korosztály, tehát nagyon megelőzte a korát ebben. Nagyon örülünk neki, és annak is örülünk, hogy Nyíregyházán tervezi a folytatást. A Tajti Milán, aki idén lett gyermekbajnok 1500 méter gyorson, ő neki Heraklész bajnokprogram válogatott lett, tehát az utánpótlás válogatott számít rá. Az ő korosztálya az, amelyik meghívásos versenyeken és majd később az EIOF-on állhatnak rajthoz. Nagyon bízom benne, hogy ezek a válogatott gyerekek mellett 7 jövő bajnokai programban szereplő srácunk, aki a 3 megye, tehát régiós válogatottnak számítanak. Edzőtáborokon, külföldi, illetve hazai edzőtáborokon, illetve versenyeken részt tudnak venni, és olyan szinten tudnak részt venni, ezt a válogatottságot jövőben is fenntarthatjuk. Mintegy 70 millió forintból újult meg a nyírbátori sportközpont, amelyben további fejlesztéseket tervez az önkormányzat. Egy folyamatnak a részeként egy fontos mérföldkőhez érkeztünk. Egy Európai Uniós forrásból nyertünk támogatást arra, hogy a sporttelepen különböző funkciókkal bővítsük itt a mozgás szerelmeseinek a lehetőségeit. Úgyhogy ebben a beruházásban alapvetően Európai Uniós pénz és önkormányzati saját erő szerepel. Nagyságrendileg a beruházás egy 50-60 millió forintot jelent. Mit tartalmazott ez a fejlesztés? Ugye a legelső, legfontosabb funkció az volt, hogy a futballpálya körül lévő salakfutópályát újítsuk fel, mert egyre többen és többen futnak a városban, és ez egy régi igény volt, hogy ezt tegyük rendbe, úgyhogy ez megvalósult, és 3 új funkcióval bővítettük a sporttelepünket, a mögöttünk látható kondiparkkal és játszótérrel, valamint épült a bicikliseknek, gördeszkásoknak egy igazi triálpálya, amit már birtokba is vehettek ma a fiatalok. Milyen fejlesztések vannak még térben? Szeretnénk mindenképpen egy igazi edzőközpontot, egy sportközpontot kialakítani. Ebből a szempontból fontos, hogy a meglévő szálláshelyeket felújítsuk, rendbe tegyük, valamint fontosnak tartjuk egyfelől, hogy a meglévő focipálya mellett egy másik edző műfűves pályát is, vagy rendes fűves pályát is kialakítsunk, és a 8 évvel ezelőtt épült műfűves pályákat is rendbe szeretnénk tenni, hogy minél inkább használhassák a fiatalok. Aztán természetesen egyéb funkciók is felmerültek itt a beruházás során, szeretnénk különböző egyéb sportágakat is becsempészni még a sporttelepre. Valószínűleg itt a salak használata kapcsán felmerült már a teniszpályának a kialakítása, és meglátjuk, hogy milyen egyéb igények merülnek még fel. A konditermet rendbe tettük, és szeretnénk egy olyan igényes környezetet kialakítani, ahol minden mozogni vágyó fiatal és idős ember is megtalálja számára megfelelő lehetőségeket. Korábban már szó esett arról, hogy új alapokról kezdték újjáépíteni a nyírbátori futballt. Hol tart ez a folyamat? Alapvetően két változás történt ebben a tekintetben. Az egyik ennek az egész sporttelepnek az üzemeltetés. Ugye korábban maga a futballklub látta el. Azért azt látni kell, hogy ez egy olyan komplex létesítmény ma már, aminek az üzemeltetése azért jelentős költségeket jelent, ezért ezt a város visszavette, mind a karbantartás, nyitvatartás, üzemeltetés most már a város funkciójában van, és hát a sajnálatos módon ugye a korábbi futballcsapat a MB3-ban már nem tudott elindulni, ezért egy új egyesület jött létre itt Nyírbátorban a labdarúgást, a sport szerető fiatalok aktív közreműködésével, és a legalsóbb osztályból indulunk el újra, és törünk fel remélhetőleg ugyanarra a szintre, ami Nyírbátor futball múltját, én azt gondolom, megilleti. Most megye 3-ban az új csapat jól szerepel egyenlőre, és bízunk benne, hogy sikeres lesz, és pár éven belül visszajutunk arra a szintre, ami Nyírbátor sportjához méltó. Szabó Sándorról azt mondják, hogy ő a nyírbátori sport élet egyik nagyon aktív motorja, helytálló ez a kifejezés? Elég sokan mondják ezt rólam. Én magam egy egyszerű sportembernek tartom, aki azért próbálom generálni egy picit a nyírbátori futóéletet főleg, és ezáltal nem csak az, hogy aktívan részt veszek benne, én magam is nagyon sokat futok, és főleg ultratávokon indulok. Mennyire aktívak a nyírbátori fiatalok már, ami a futást illeti?
Most már nagyon jó kis sportéletünk van. Nyírbátori Futók Köre Egyesületünk már megalakult 4 éve. Eleinte évente 2 rendezvényünk volt, de most már ott tartunk, hogy 4 rendezvényt bonyolítunk minden évben, és szép számú résztvevőnk van úgy a megyéből, meg a szomszédos megyékből is. Mennyire könnyű rávenni a fiatalokat arra, hogy rendszeresen fussanak, hiszen nagyon sok minden elvonja akár magától a sporttól is a gyerekeket. Szerintem elég nehéz. Ebben a mai világban ugye többet ér a mobiltelefon, meg a számítástechnika, de főleg a telefon, és túl sok, túlsúlyos, elhízott gyereket, felnőttet is látok, aki előtt, hogyha nincs példa, akkor nagyon nehéz őket kimozdítani. Az idén milyen rendezvényeket szervezhetek már, és milyenek vannak még tervben? Minden évben a fix rendezvényünk a nyuszi futás, ez a húsvéthoz kötődik, akkor a Mikulás futásunk, ugye Mikulás körüli rendezvény, plusz van egy tavaszi és egy őszi terepfélmaratonunk, ami most ugye a mai is, ahol van a gyerekfutam, ez 800 méter, 5-10 kilométer, és a félmaratoni távot tartjuk meg. Ez a mostani sporttele felújítás, bővítés milyen új távlatokat nyithat meg a nyírbátori fiatalos sportolók előtt? Remélem, hogy nem csak a futni vágyók fognak kijönni, hanem azok is, akik picit úgymond idézőjelben szórakozni akarnak. Itt a mögöttünk látható triálpálya is ezt célozná. Ugye most az extrém sportok is nagy divatjukat élik, és remélhetőleg ezzel még több fiatalt, sőt, olyan kicsit őrültebb felnőttet is ki lehet csábítani. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!